A Makó Futballklub önálló egyesületként 1989-ben alakult meg. Elnökeként Vízi Istvánt választották, az ő utódja pedig Ménesi Gábor lett. A csapat igen szép eredményeket ért el a megyei első osztályból egészen a bajnokság struktúrájának átszervezése után az egycsoportossá szervezett NB1B-ig tornázta fel magát. A bajnoki címek mellett a 90-es évek közepén NB3-as bronzérmeket szereztek, és a legnagyobb sikernek a 2009-es bajnokság másodosztályban elért harmadik helyét könyvelték el. A csapat 2011-ben vette fel új nevét, az Enfoci Kft-t, az idei szezont pedig új tulajdonosokkal kezdik meg. Szeretnénk bemutatkozni a szurkolóknak, hétfőn 17 órakor a Vasas pályán, a lelátón lesz egy ilyen kis rendezvény, ahol várunk minden érdeklődőt, szurkolókat, média képviselőit, és akkor ott fogunk beszámolni a részletekről, a célokról, illetve bemutatjuk a csapatot és a stábnak a tagjait. Az ügyvezető elárulta, a cél természetesen az NB3-as osztályba való feljutás, emellett, hogy minél jobb helyezést érjenek el a Magyar Kupában, ahol jelenleg igen szépen szerepelnek. Az FK Szegednek 8-at, a Desknek 3 gólt rúgtak. Csapatunk tovább jutott a Magyar Kupában. Szombaton 17 óra 30-kor Algyon fogunk pályára lépni, oda is szeretettel várunk mindenkit, hogy szurkoljuk ki a főtáblára a jutást, és utána ki tudja, hogy akár egy nagyobb csapatot is kaphatunk ide a városba. A megyei első osztályú bajnokságot a Makó FC augusztus 22-én 17 óra 30 perces kezdettel a Székutas TC együttesénél kezdi meg.